és ott is már az utolsó percek zajlanak. MTK szöglet. Ramadani, ellövi még Ramadani, és ott a harmadik gól. 3-0. És hogyha MB2 is lesz belőle, legalább annyival vigasztalódnak az MTK drukkerei, hogy szeretett csapatuk győzelemmel zárja a szezont. És Horváth Dávid tényleg mindent megtett, erőn felül teljesített a megbízott edző. És ebben a pillanatban véget is ér a mérkőzés. 3-0, akár csak az első félidő utolsó másodperceiben, a második félidő utolsó másodperceiben is gólt tudott szerezni az MTK.